Sziasztok! Második napunk itt az Itonkházas építkezésen. Gondoltam, megmutatom, hogy mire jutottak a házzal abban másfél évvel, amióta csináljuk a tetőt. Hát látjátok, itt az alsó szinten, hát fatároló lett, de nem igazán készült semmi. A mennyezet is csak sima monolitbeton, nincs legvettelve se, nyílászárók nincsenek benne. Ami azért megvalósult, hogy az ablakspalettákat leglettelték. És hogyha megyünk fel az emeletre, itt azért történt változás, azon kívül, hogy állnak a falak, a főfalak. A belső falak is egy részben elkészültek. Így néz ki. Egyébként, ha egyszer elkészül ez a ház, nem fog rosszul kinézni, úgy gondolom. Vannak óriási belmagasságok, ott van egy ilyen betonfödém, lesz egy ablak. Ja, szóval biztos jól fog kinézni. Meglátjuk majd, hogy milyen lesz. Ott van kis tároló, lehet, nem tudom, ott van egy ajtónyílás. Meg itt egy ilyen alsó szint. Ja. Szóval így áll. Válaszfalak nagy részét megcsinálták másfél év alatt. Meg akkor most mi folytatjuk a tetőt. Hoztunk anyagot, lécet, ellenlécet ide raktuk ki. És akkor megyünk fel. Egy oldalon sikerült újra fóliázni, újra ellenlécezni, a lécezést kell felraknunk. A régi leszedett léceink, azok így itt vannak. És akkor most megyünk fel és folytatjuk. Megpróbálok minden nap majd bejelentkezni egy-egy rövid gondolattal, egy-egy perces videóval, úgyhogy holnap találkozunk. Sziasztok!